A tolerancia szó hallatán sokan unottan legyintenek. Nem értik, hogy nekik kivel is miért kellene toleránsnak lenni. A hétköznapokban senkit nem bántanak, nincsenek előítéleteik, legalábbis ezt hiszik magukról. Mielőtt a távkapcsoló után nyúlna, kérem, várjon néhány percet. Az Iris Baráti Társaság tagjai szerint a magyar társadalom korán sem toleráns, mivel szinte semmit nem tud a szexuális kisebbségekről, fél tőlük és elutasítja őket. Ugye megérte várni? Nincs jobb az első csóknál. Szenvedély, szerelem, szexualitás, hogy az emberek többsége évszázadok óta természetesnek véli. Holott relatív, hogy mi a természetes. Ani, ugye nem esett bajod? Én azt érzem, hogy a média abszolút torzított képet mutat, mert hogy egy-egy információ tömeget vesz ki, amit abszolút összekavar a tényekkel. Ilyen a Pride Festival például, amit az emberek nagy többsége azt gondolja, hogy ez egy felvonulás, pedig ez egy kulturális fesztivál, és a melegekről, a biszexuálisokról is egy nagyon torzított kép él, abszolút egy ilyen negatív, pedofilokkal összekevert kép. Én még egyetlen egy ilyen híradó közvetítésről, vagy stb. Nem hallottam azt, hogy mondjuk vannak ezek a beszélgetések, akkor nagyon-nagyon sok minden van ezen a fesztiválon. Kizárólag azt láttam, hogy mennek a kamionok, és a transvestitek és a feminim homoszexuálisok boákkal a nyakukban tekeregnek. Ezt látja a nép, és ebből ítél a nép. A tágabb társadalomban ez egy nagyon nehéz küzdelem, és persze a falvakba eljutni a falusi lakossághoz, vagy a kis településekre nagyon-nagyon nehéz. Az ő életükben ez még nem egy életközeli dolog, de próbálunk mindenhova eljutni és változtatni. Nagyon sokáig azt gondoltam, hogy Magyarország, különösen itt Szeged, stb. Ez a környék nagyon toleráns, mert hogy akár velem is, akár azok, akiket ismerek, velük is nagyon toleránsak az emberek. Tehát akár nálam a munkahelyen, akár az oktatásban, az iskolában, stb. Tehát nem voltak ezzel gondjaim. Viszont hallom azt, hogy többektől, hogy őket diszkriminálják ezeket a dolgok miatt. 2005-ben jött az ötlet, hogy a szexuális kisebbségeknek segítsünk itt Szegeden és kistérségében, és ezzel a céllal jött létre a szervezet, hogy egy helyet tudjunk nekik biztosítani, ahol tudnak erről nyíltan beszélni, illetve a társadalom toleranciáját növeljük. Nagyon sokan látják úgy, hogy miért tennének azért, ami természetes. Tehát nekünk természetes az, hogy homoszexuálisok vagyunk, a heteroszexuálisok, meg természetes az, hogy heteroszexuálisok. Miért kellene nekik azért tenni, hogy akkor mi elfogadjuk őket, mert hogy ez nekik természetes. Nekünk is természetes, hogy ez van, és nagyon sokakban van benne az a dac, hogy miért kellene nekem bárkinek is bizonyítanom, ami teljesen rendben is van. Sok aktivista viszont úgy érzi, hogy tud tenni ezekért a dolgokért, és tesz is érte. Szülőklubot indítottunk, baráti kört indítottunk, illetve az egyetemen főiskolán indítottunk programokat, ahol beszélgettünk emberekkel erről az egész témáról, és így próbáltuk megnyitni előttük ezt a területet, hogy átlássák, és ne az legyen, hogy egy ismeretlen dologról beszélünk, és ellenállunk neki. Magyar vagyok, és európai. Közgazdász, személyi vezető. Társ, barát, néha ellenfél. És meleg. Itt volt a Szetei Gábor esete, bár ez kicsit korábban történt, hogy felvállalt ezt az egészet. Ez egy nagyon jó dolog, hogy ő felvállalt ezt az egészet. Így ugye az MSZP is a homoszexuálisok mellé állt, és... Korábban már Ungár Klára felvállalta, igen, és nem történt semmi, nem? Hát nem sok minden valóban. Tehát egy hétig téma, és utána... Igen, viszont minél többen vállalják fel olyan emberek, akik vezető pozícióban vannak, vagy olyan pozícióban vannak, ahol meg tudják mutatni azt, hogy ők tevőlegesen részei a társadalomnak,
az egy nagyon pozitív dolog, azt hiszem. Általában hozzánk akkor jutnak már el a szülők, amikor tudnak erről az egész témáról, tehát mi nem felkészítjük őket, hanem próbáljuk átsegíteni ezen az egészen. Ezt egy ilyen önképző vagy önsegítő körnek kell elképzelni, ahol képzett szakemberek a moderátorok, és a szülők egymás között beszélik meg, hogy ki hogy élte meg. Amint az felszínre kerül, és hallják, hogy másnak is van ilyen problémája, és hogyan élte meg, és lehet így élni, és abszolút pozitív életet lehet élni, egyből könnyebbé válik a téma. Ezek nem jogok, inkább lehetőségek, amik csorbulnak. Például az, hogy tegnap sétáltunk többen, és én a párommal kézen fogva sételtem, és hát azt a fújogást, amit kaptunk, az nem kívánom senkinek. Holott jó, ezek nem jogok, mert persze megtehetjük azt, hogy kézen fogva sétálunk, de hát tehát ez a lehetőség csorbul, mert ott fújognak ránk, dobálnak minket, stb. Holott én nem gondolom azt, hogy ez egy olyan dolog, ami provokatív lenne. El kell oda jutnunk, ahova Nyugat-Európában is eljutottak, hogy ez ne legyen különösebb téma. Sőt, ne is kelljen erről beszélni, hogy kinek milyen a szexuális beállítottság, az legyen magánügy. De ha valakiről kiderül, akkor ne egy negatív kép alakuljon ki róla bennünk, mert semmi közünk igazából hozzá, ezért ne ítéljünk el egy embert, ettől nem más, mint bármelyik másik ember. Az Iris tervez egy jótékonysági estet, amivel beteg gyerekeket szeretnénk támogatni. Ez még nincs teljesen kialakulva, tehát lehet, hogy időseket, stb. Egy olyan csoportot, ami szintén periférián van. Tehát, hogy igazából szeretnénk tényleg tenni azért, hogy az emberek lássák, hogy a homoszexuálisok nem csak itt vannak és buhába öltöznek meg, stb., hanem tényleg tesznek azért, hogy ez a társadalom jobb legyen.